ha a Fidesz megszavazta volna a Mi Hazánk mozgalom törvénymódosító javaslatát, akkor most az ózdi lincselési kísérlet résztvevői már börtönben lennének. A közelmúltban felháborító ítélet született az ózdi lincselési kísérlet ügyében, ugyanis egyetlen egy vádlott sem kapott letöltendő börtönbüntetést, annak ellenére nem, hogy többen közöttük büntetett előilletűek. Az eset 2 évvel ezelőtt történt Ózdon, amikor egy üdvös gazdálkodó hazafelé tartotta traktorral, majd az utcán egy ballagást ünneplő, nagyobb létszámú, jó részt italos társaság került elé. Nyilván használta Dudát, hogy el tudjon menni az úton, azonban ezért ők cserébe megtámadták, többen felmásztak a traktorra, ütlegelték, illetve komoly károkat okoztak a traktorban, és csak az idős ember ismerősnek a megérkezése vetett véget az eseményeknek, és hát ennek a szerencséje, ez a szerencse, hiszen így nem ismétlődött meg Olasz Liszka. A Mi Hazánk mozgalom véleménye szerint felháborító maga az ítélet, főleg azok után, hogy Magyarországon ez a fajta bűncselekmény egyre inkább terjedőben van. Azonban megkerülhetetlen a kormány felelőssége, amely nemcsak a 14 év alatt nem tudta véghez vinni a bírósági reformot, és a bíróságokon maradt a liberális jogszolgáltatás, hanem leginkább azért, mert más sem kellett volna tennie, csak megszavazni a Mi Hazánk mozgalom törvénymódosítását, amelyet pontosan a lincselések miatt nyújtottunk be a országgyűlésben, immár 2 alkalommal, és azzal lett volna hivatva, hogy sokkal szigorúbban büntethetőek legyenek az ilyen lincselési kísérletek. Ebben az esetben, ha ezt megszavazták volna, akkor most már ezek az emberek börtönben lennének. A Fidesz azonban mind a kétszer leszavazta ezt a törvénymódosításunkat. Jól látszik, hogy a 2006-os Olasz Liszkai események bár megrázták a magyar társadalmat, azonban azóta egyetlen egy kormány sem tartotta fontosnak a ilyen típusú bűncselekmények szigorítását, az ilyen típusú bűncselekményekkel szembeni fokozott fellépést. Jól látszik, hogy ma Magyarországon mindössze egyetlen párt van, amelyik a zászlajára meri tűzni, az a Mi Hazánk mozgalom.